Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, szülőket, nagyszülőket és testvéreket. Külön nagy szeretettel azt a 9 búcsúzó kisgyermeket, akik ma itt felsorakoznak, hogy utoljára még társaikkal együtt búcsút vegyenek egymástól, az itt maradt csoporttársaiktól, barátoktól, bölcsisnéniktől, Dajka nénitől és az egész bölcsődés élettől. Kiemelten köszöntöm meghívott vendégeinket, nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök urat, és kedves feleségét, Mihalináné Lipták Judit lelkészasszonyt, Égerné Tamás Anna Mária főigazgatóasszonyt, és férjét, nagy tiszteletű Éger Ádám lelkész és vallástanát, Horváth Mária Alexandra intézményvezetőasszonyt, és Barna Istvánné Marika néni, óvodai munkaközösség vezetőt. Tisztelettel felkérem nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök urat, hogy az ünnepségünk megnyitásakor tartsa meg rövid igei köszöntőjét. Kedves megjelentek, az 1 Korintus 13-ból a szeretet himnusz egy részletét olvasnám fel. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Hát mi más hozhattam volna ide a kis drága szeretet gombócok közé, akik majd megérkeznek mindjárt közénk, mint hogy egy szeretetről szóló szakaszt. És aztán azért elgondolkodtam, hogy vajon lefedi a mi szeretetetünk azt, amit itt ebben az 1 Korintus 13-ban van, és amikor mi szeretjük a másik embert, akkor ez mind jellemző ránk, türelmesek vagyunk, mindig jóságosak, nem viselkedünk bántóan, nem rójuk fel a másiknak a rosszat. És így elgondolkodtam rajta, csak a saját magam életébe, hogy bizony önerőből nem mindig tudjuk teljesíteni ezt. Családunkban sem, gyermekeinkkel szemben sem, 3 fiúgyermekem van, sokan ismernek engem, én is ismerem az itt jelenlévőknek egy nagy részét. Azért 3 fiú gyerekkel nem mindig olyan türelmes az ember. Főleg, amikor így egymásnak esnek, mondjuk, most már nem annyira, mert nagyok, most már inkább szóban, de régen még ez úgy igazi, komolyabb bunyóban is megmutatkozott. És ilyenkor azért nem olyan türelmes az ember. Vagy mondjuk a házasságban. Mindig olyan türelmesek vagyunk, nem bántjuk meg sose a másikat, dehogy nem. És ugye elgondolkoztam rajta, hogy akkor hogy lehet, hogy mégis itt van ez, és azt mondja az ige, hogy így kéne szeretnünk egymást. Hát úgy lehet ez, hogy ez nem a mi szeretetünkről szó, hanem Jézus Krisztus szeretetéről, és ő benne mindez megjelent, ő valóban türelmes volt, ő nem rótta fel a rosszat a másiknak, ő tényleg türelmes volt a másikkal, nem viselkedett bántóan, ő mindig tudta szeretni teljes szívéből a másik embert, és hogyha rátekintünk, és őt a szívünkbe fogadjuk, akkor az ő szeretete tud tovább áradni a többiek felé. És azon gondolkoztam, ugye bölcsödében jövök igei köszöntést mondani, és benne van ebben a szakaszban az, hogy amikor gyermek voltam, akkor úgy szóltam, mint gyermek. Hát, hogy vajon ezt az isteni szeretetet mi hogy tudjuk elmagyarázni ilyen picin gyermekeknek, akik most jönni fognak ide közénk, hát nagyon nem tudjuk. És én azt gondolom itt a bölcsödében, de még az óvodában is, meg otthon a szülői háznál is, a gyermekek apa-anya szeretetét érzik, a tesónak a szeretetét érzik, Mónika néninek, meg Gyöngyi néninek, így hívta nekünk otthon Márk a Gyöngyi nénit, Melinda néninek, tehát hogy az ő szeretetüket érzik, és Isten rajtuk keresztül, és rajtatok keresztül tud szeretni ilyen picin gyermekeket.
És talán ezért van az, hogy ezt látják, ezt érzik, ilyenkor a bizalmat kell felébreszteni bennük, ilyenkor meg kell próbálni ezt a feltétel nélküli, nagyon komoly szeretetet képviselni feléjük, nagyon-nagyon szeretni őket, és aztán felnövekedve majd, hát ha úgy lesz, mint itt az igében, az én esetemben is így volt, hogy amikor férfivá lettem, akkor megértettem az Isten csodálatos szeretetét, amely Jézus Krisztusban értem megjelent. Hát most még tükör által homályosan látunk, reménységünk az, hogy egykor pedig színről színre, majd a mennyországban megtapasztaljuk Istennek ezt a hatalmas, teljes szeretetét. Legyen ez így. Amen. Most mondjuk el együtt a lelkünk könyörgése összefoglalása képpen, fejünket meghajtva az Úr imádságot, ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És ezt mondja a Szentírás ezzel az áldással, fejezem be, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, így szól Jézus Krisztus. Így legyen. Amen. Köszönöm szépen lelkész elnök úrnak az igei köszöntőjét. Úgy tartják az idős emberek, hogy mindennek eljön a maga ideje. Hiszen ismét elközelgett, eljött, int az óra, búcsúzóra. A bölcsődés gyermekek életének fontos állomásához érkeztünk. A ballagó bölcsiseink elbúcsúznak a bölcsődétől, és ismét lezártunk egy évet. De az idő könyörtelen, és hiába marasztalom, csak szalad tovább. És most az emlékek egyetlen percé sűrűsödnek. Nagyon gyorsan elrepültek ezek az évek, hónapok, amit itt töltöttetek nálunk. Soha nem felejtem el azt a napot, amikor először jöttetek bölcsődébe. Volt, aki az első pillanattól úgy viselkedett, mintha világ életében bölcsődébe járt volna. Volt, aki lassan, óvatosan fedezte fel előbb a csoportszobát, majd az udvart. Volt, aki egész nap a bölcsis nénik ölében ült, és bizony volt olyan is, aki sírva kapaszkodott az anyukája nyakába. Ölelgettük, vigasztaltuk a sírókat, biztattuk a félénkeket, óvtuk azokat, akik túlontúl bátornak mutatkoztak, és közben arra gondoltam, hogy milyen nagy büszkeség és boldogság számunkra, hogy ezek a családok a legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket bízták ránk. Minden gyermek külön kis világegyetem. Nincs közöttük két egyforma, és a valóságos csoda látni, hogyan nőnek, látni, mint lesznek egyre önállóbbak, saját vicceket találnak ki, bűbájos történeteket mesélnek nekünk, bátrak és kezdeményezőkészek, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már ki is nőtték a mi kis bölcsődénket, és az óvodába készülődnek. Ahogy mondani szokás, az egyik szemem sír, és a másik nevet. Sír, hiszen nagyon fáj a búcsú, nagyon fogtok hiányozni nekünk, de nevet is, mert tudom, hogy milyen jól fel fogjátok találni magatokat az óvodában, az óvoda világában, és milyen magabiztosak lesztek, és milyen könnyen alkalmazkodtok majd az új szokásokhoz, és megértitek az új szabályokat. Sok új barátot szereztek majd, izgalmas élményekkel gazdagodtok, és rengeteg fontos dolgot fogtok majd tanulni az óvodában. Kicsinek meg nagynak, e mai nap ünnep. Szeretettel köszönjük most, kik itt egybe gyűltek. Kedves közönségünk, kis figyelmet kérünk, míg sorjában szerepünkkel elétek kilépünk. Hisz a kedvetekért tanultuk a verset, hogy mondhassa minden szülő, ügyes ez a gyermek. És most fogadják nagy szeretettel a kisgyermekek műsorát.
Köszönjük szépen, hogy megnéztetek minket, és szeretném felkérni Jéger Ádám lelkészet, hogy együtt gitárszóval énekeljük el együtt a Pillanatban lehetőt. Útnak indulunk holnaptól, óvó nénik
sose rólunk szól. Új kalandok várnak, izgalmas évek, száz kudat, száz siker. De azt megígérjük, hogy titeket soha-soha nem felejtünk el. Új kalandok várnak, izgalmas évek, száz kudat, száz siker. Soha nem felejtünk el. Elbúcsúzunk az óvitól, útnak indulunk holnaptól. Óvó nénik, már tudjuk jól, hogy ez a mese rólunk szól. Új kalandok várnak, izgalmas évek, száz kudat, száz siker. Soha-soha nem felejtünk el. Új kalandok várnak, izgalmas évek, száz kudat, száz siker. De azt megígérjük, hogy titeket soha-soha nem felejtünk el. Óvó nénik, most elmegyünk, igyekszünk majd, hogy jók legyünk. Elkísér, de most ez a mese véget ér. De most ez a mese véget ér. De most ez a mese véget ér. Pillangó, mert
messzire szállni volna jó, de visszahúz még a kis szíve, mégis tovább kell repülnie. Elbúcsúzunk az óvitól, útnak indulunk holnaptól. Óvó nénik, már tudjuk jól, hogy ez a mese rólunk szól. Száz siker, de azt megígérjük, hogy titeket soha-soha nem felejtünk el. Új kalandok várnak, izgalmas évek, száz kudarc, száz siker, de azt megígérjük, hogy titeket soha-soha nem felejtünk el. Óvó nénik, most majd, hogy jók legyünk, mi tanultunk tőletek, elkísér, de most ez a mese véget ér, de most ez a mese véget ér.